A mezőgazdasági eseményeknek Szentlőrincen több évtizedes hagyománya van. Ezt megtartva idén augusztusban ismét lesz a városban agrárprogram, a Szentlőrinci Mezőgépnapok, amely rendezvényt a Baranya megyei vállalkozói központ szervez. Az esemény két napon keresztül, augusztus 10-én és 11-én várja az agráriumban érdekelt szakembereket az erre a célra kialakított szántóföldi területen és a rendezvénycentrumban. Ott lesznek az előadások is, amik különböző témákban akkor ezt a kiállítást igyekeznek, vagy hivatottak erősíteni, és mellette nem túl messze ettől a kiállítótértől lesz pedig a gyakorlati bemutató, ahol különböző talajművelő és egyéb agrotechnikai gépeket fognak a kiállítók működés közben is bemutatni. Baranya megyében idén ez az első ilyen szakmai esemény, amely a szántóföldi termelés gépi és technológiai újdonságaival várja az érdeklődőket. A rendezvény ingyenes, a szervezők azonban nem készülnek szórakoztató programokkal, tudtuk meg Vég Gábortól. Mint mondja, a szakmabeliekre szeretnének fókuszálni, nem csak a bemutatók, hanem az előadások alkalmával is. Közös agrárpolitikával kapcsolatos előadás, az Európai Zöld Egyezménnyel kapcsolatos előadás, ami kapcsolódik szervesen ehhez az új precíziós gazdálkodási szemlélethez, és lesznek konkrétan olyan dolgok is, ami a precíziós gépi megoldásokra és farmmenedzsmentre vonatkoznak. A program középpontjába a mezőgazdasági gépesítést állítják a szervezők, a fő hangsúlyt a talajművelésben fontos gépek technológiai sorok bemutatására helyezik.